cégtől. És hát azzal kezdeném, hogy hogyan tájékozódik az ember Londonra, hogyan közlekedik az ember Londonban. Londonban nagyszerű infrastruktúra áll rendelkezésre, a londoni metró, tehát hogyha az ember el akar jutni az egyik pontról a másikra, akkor egyszerűen csak azt kell tudnia, hogy melyik állomáson száll föl, melyik állomáson száll át, és melyik állomáson száll le, és ahhoz, hogy mindezt nézzen tartsa, elég egy hosszú-hosszú listát készíteni arról, hogy milyen kapcsolatok vannak az egyes állomások között. Ezután, hogyha közlekedni akarunk, egyszerűen ebben a listában megkeressük az induló állomásunkat, megkeressük a végállomásunkat, és utána megnézzük, hogy hol kell átszállni. Nem csak, hogy mindenki Londonban telefonkönyv méretű listákkal közlekedik, hát természetesen nem. Ilyen jellegű térképeket használunk. Ez a térkép kompakt és egyszerűen áttekinthető formában tartalmazza mindazt, amit ebben a hosszú-hosszú listában felírnák. És nem csoda, hogy ezen kompaktság és egyszerű használhatóság miatt ezt a térképet preferálják. A londoni metró esetében térképet készíteni viszonylag egyszerű feladat, de inkább azért, mert maga a londoni metró hálózat lényegében kétdimenziós, ugyan vannak hegyek és folyóvölgyek, és egyes metróvonalak egymás alatt vagy fölött mennek át, de maga az egész rendszer kétdimenziós. Hogyha egy vállalat esetében szeretnék térképet készíteni, egy ábrát arról, hogy hogyan készül egy vállalat, akkor már sokkal nehezebb feladatunk van, de mégis tudunk valamit csinálni. Tehát például megkérdezhetjük a vállalat vezetőjét, hogy szerinte hogyan működik a vállalat, amire kapunk például egy ilyen ábrát. A vállalat igazgatója legfelül, van három részleg, mindegyik részleg élén egy fő. Nagyszerű, mindenki tudja, hogy mi a dolga, nagyszerűen működik a vállalat. Viszont, hogyha nem a cégvezetőt kérdezzük meg a vállalat működéséről, hanem a cég alkalmazottjait, a kollégákat, például olyan kérdéseket föltéve, hogy ki kivel szokott együtt dolgozni, ki kitől szokott tanácsot, segítséget kérni, ki kitől szokott értesülni a vállalaton belül fontos információkra, akkor egy teljesen másik ábrához jutunk, ahol a egyes csúcspontok a személyek a vállalatban, és a csúcspontok közötti kapcsolatok mutatják a fontos informális kapcsolatokat a cégen belül. Jól láthatom, hogy a hierarchikus ábrában a cég legfontosabb személye az igazgató, Tom, aki a informális hálózatban itt felül van, ott is, viszont egyáltalán nem tűnik fontosnak a cég informális működése szempontjából. Informális működés szempontjából egy központi szerep ez a személy, aki a formális hierarchiában egy teljesen elvezetett személynek tűnik. Tehát a cégvezetés szerint így működik a vállalat, valójában pedig így működik a vállalat. Ilyen kis hálózatoknál, kis cégeknél ez kérdőíves felmérés alapján vizsgálható, de ugyanezt az elméletet, tehát egy térképet rajzolunk hálózatos alapon, nagy vállalatoknál is lehet alkalmazni, akkor egy kicsit áttekintetetlenebb lesz a maga a térkép, miután nagyon-nagyon sok csúcs és nagyon sok kapcsolat van. Ilyen esetben ugyan még tovább is lehet kérdőves adatfelmérést használni, de esetleg például használtunk e-mail forgalom elemzést is, ahol nem kell mindenkit végigkérdezgetni, elég a rendszergazdától elkérni a belső e-mailes kommunikáció naplófájlait és abból kialakítani a valós hálózatot. Mire jó ez? Például ilyen felmérés esetén megtehetjük azt, hogy a vállalat szerkezetét, tehát hogy milyen részlegek vannak a vállalaton belül, azt a informális kapcsolatok, illetve a cégen belüli információ áramláshoz igazítsuk, és nem a információ áramlást próbáljuk a szervezeti egységekhez igazítani. A térképek rajzolgatása azonban nem csak vállalatok szerkezetének megértésében hasznos, hanem akkor is, hogyha például el akarjuk dönteni, hogy online médiában hogyan érdemes hirdetni. Ebben az esetben az fog minket érdekelni, hogy melyik blog milyen olvasóközönséget ér el, illetve fordítva, hogyha egy adott olvasóközönséget szeretnék elérni, akkor melyik blogokban érdemes hirdetni. Nyilván az olvasóközönség sok különböző blogot olvas, ami azt jelenti, hogy az egyik blogban hirdetek, akkor esetleg egy másik blog olvasóközönségét is elér el, azokat az embereket, akik mindkét blogot olvassák. Ha a blogokat, a blogok térképét azt szerint készítjük el, hogy a melyik blogok olvasó közönsége közös, akkor ez alapján könnyen izolálhatunk olyan részeket, például itt a üzleti blogokat, akik között nagyon sok, nagyon nagy az átolvasottság, tehát egy adott olvasó közönség sok üzleti témájú blogot olvas, de például megfigyelhetünk olyan eseteket is, ahol például itt egy tudományos témájú blog nem másik hasonló zöld színnel jelzett tudományos témájú blogokkal van összeköttetésben, hanem üzleti blogokkal. Például azért, mert az egy megújuló energiaforrásokkal foglalkozó tudományos témájú blog, akinek az olvasótábora inkább fog érdeklődni a megújuló energiaforrás gazdasági alkalmazásai, mint mondjuk agysebészet iránt. Köszönöm a figyelmet!
És még azt megemlíteném, hogy a cégünk ilyen jellegű hálózatos elemzésre készült online rendszereket fejleszt, és ezek fejlesztéséhez keresünk például frontend és backend programozókat is. És most várunk kérdéseket. Egy kérdés? Lehet próbálni valahol ezeket a dolgokat, amiket fejlesztettek? Hát, hogyha van egy nagy céget, akkor nagyon szívesen... Nagyon nagy adott. Igen. Jó, bocsánat, megismertem a kérdést, ki lehet próbálni ezeket a dolgokat, amiket fejlesztünk. Hát vannak publikus elemzéseink, ahol publikáljuk a blogunkon, weboldalunkon különböző eredmények, különböző elemzések eredményét. A kipróbálás az kicsit problematikus abból a szempontból, hogy magát az elemzést az egy adott problémakörre kell rászabni. Tehát ha megkeresünk egy cégvezető, akkor elmondja, hogy milyen típusú változtatást szeretne elérni a cég működésében, és mi ahhoz fókuszáltan készítünk egy elemzést, ami a háttér probléma ismeretének egy kicsit nehézes. Ilyen céges jellegű elemzést gondolom csináltatok fizetős ügyfeleknek, mi ennek a praktikus haszna, mire használják az előttünk? Tehát mi a praktikus haszna egy ilyen céges jellegű elemzésnek? Például visszamenve egy ilyen ábra esetében, egyik típusú, tehát az ilyen kis cégeknél a elemzés eredménye, a legfontosabb eredménye szerintem az, hogy az egész cég számára láthatóvá válik ez a szervezet. Kommunikációs témákban érdekes jelenség, hogy akkor, hogyha két kommunikáló személy mindketten tudnak valamiről, de azt a ismeretet nem mondják ki, akkor ez további kommunikáció gátja lehet. Kimondatlan, de mindkét fél által elismert helyzet alapján. És egy cégen belüli információ áramlást, illetve a cég működését alapvetően befolyásolhatja, hogyha átlátom az én helyemet a cégen belül, és erre egy ilyen hálózatos ábra nagyon sok esetben nagyon hasznos lehet. Egy másik konkrét eset, amikor egy nagyvállalat egy budapesti központtal és vidéki városokban gyártóüzemekkel rendelkező nagyvállalat keresett meg minket azzal, hogy van egy olyan kommunikációs probléma a cégükben, hogy a központban megszületett döntéseket nem tudják kommunikálni a részlegek felé, és kerestek minket azért keresnek meg, hogy azonosítsunk olyan személyeket a vállalaton belül, akiket a kommunikációs folyamatba be tudnának vonni, és akik hatékonyan tudnának kommunikálni a cégen belül. És kiderült, hogy ezen hatékony kommunikációhoz nem a középmenedzsmentet kéne felhasználni, akiknek a úgymond a munkaköri kötelessége lenne ezen kommunikáció használata, vagy erősségítsége, hanem például a minőségbiztosítási ellenőrt, azért mert ő volt az az egyetlen személy, aki a részleket mindig rendszeresen végig utazza. És emiatt minden részlege megfordult, és mindenhol ismertem meg. És kirúgták ezek után a középmenedzsmentet, és megfordulták. Igen, tehát kirúgják-e az embereket ilyen elemzés alapján? Hát nem. Maga az elemzés feltétlenül, például eleve kérdőjeles elemzés nem fog akkor működni, hogyha a munkatársak azt érzik, hogy ezen elemzés alapján ki fogják őket fogni. Ez akkor működik, hogyha az egész cég átérzi, a vezetőség is és a többi alkalmazott is, hogy a cégen belül van valamilyen kommunikációs probléma, amit segíteni szeretnék, és ennek szinte kizárt, hogy az lenne a megoldás, hogy valakit kirúgunk. Hogyha vannak úgymond gyenge láncszemek, akkor ott a kommunikációt megerősíteni érdemes tréningek tartásával, csapat erősítő alkalmakkal. További kérdések? Kitartóbb jelentkezők, illetve kiasztatók. Milyen ügyfeleink vannak? Hát eleve szükséges egy nyitott hozzáállás a HR részleg felől. Abban az értelemben, hogy tehát újféle eszközök iránt, újféle metodológia iránt nyitottság szükséges. Vannak kis vállalatok, kis csapatok, ami akár lehet egy nagy vállalatnak egy részlege vagy egy vezetői szintje, 10-15 fő akár, de végeztünk
ilyen felmérést 3000 fős nagy vállalatnál is. Jellemzően jobban működik, hogyha nyugati felfogással irányít a vállalat. Igen, most hazai vagy nemzetközi cégek, hát hogy mi? Mi magyar cég vagyunk, a ügyfeleink jó része magyarországi, de vannak nemzetközi ügyfeleink is. Igen, közében? A blogos elemzést, de szeretnék véleményvezéreket megfizetni, mint bloggerek, akkor el tudom dönteni általatok, hogy ki az a véleményvezér, hogy az ott témában érdemes meggyőzni, meg főleg több embert tudom fel, hogy ki az a három érdemes? Igen, pontosan. Tehát a megkeresés targetálásában tudunk segíteni. Például abban, hogy ezen három fő ne átfedő olvasótábort jelentsen, hanem egymástól elszeparált olvasótábort. Ott hátul. Ti a szoftvereiket, tehát amiket említettél, a magatok részére fejlesztettek, és az elemzéseiteket adják ki, hanem magukat a szoftvereket. Igen, hogy magunk részére elemzünk el, vagy magát a szoftvert értékesítjük, az az ötlet, a cég mögött az az alapelgondolás van, hogy először végzünk mi magunk elemzést, például ezen szlájdok ilyen elemzések eredményei, viszont ezen elemzéssel meg tudjuk határozni, hogy milyen típusú elemzésekre van igény, azok az elemzések mikor működnek, mikor nem működnek, és ezután tudunk egy olyan eszközt készíteni, amit nem csak mi tudunk alkalmazni, hanem például a szervezeti elemzések esetében a ilyen jellegű hálózat értelmezésében is, illetve utána a levont tanulságok felhasználásában szervezetfejlesztő tanácsadók játszanak szerepet, és így a szervezetfejlesztő tanácsadóknak tudunk eszközt készíteni. És utolsó kérdés. Az egyes megrendelésekre szabjátok a szoftvereket, hogy van egy. Igen, hogy az egyes megrendelésekre szabjuk el. Az elején igen, amikor még nekünk is meg kell tanulnunk, hogy milyen típusú elemzésekre van igény, utána viszont már, amikor már tudjuk, hogy milyen típusú elemzésekre van igény, akkor már mi tudjuk javasolni az ügyfeleknek, hogy ezt így érdemes csinálni, azt meg úgy érdemes csinálni, mert az eddigi elemzések alap, tapasztalat alapján ez működött az nem. Bocsáss meg, le kell keverjenek, mert csak erről beszélünk. Jó. Sörökben kell lesz a következő kérdés. Sör mellett még tudok mesélni.